Szép jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Jó dolog összejönni, hogy közösen teremtsünk. Nem igaz? Igen! Tudjátok, hogy mit akartok? Igen! Tényleg? Azt hiszük, hogy ti csak azt hiszitek, hogy tudjátok. Vagyis, ha legalább azt tudjátok, hogy mit nem akartok, annak alapján rájöhettek, hogy mit akartok. Nem? Vagy fogalmazzunk másként. Úgy gondoljátok, hogy rezgéseitek összhangban vannak vágyaitokkal? Igen. Komolyan? Eláruljuk, honnan lehet tudni, hogy a rezgéseitek összhangban vannak-e a vágyaitokkal? Ilyenkor megélitek a vágyaitokat. Ha rezgéseitek összhangban vannak azzal, amit akartok, akkor azt élitek. Ha rezgéseitek összhangban vannak a pénzzel, mert az élet megtanított benneteket, hogy azért jó, ha van belőle, akkor nem fogtok szűkölködni, lesz mit költeni. Akkor a pénz jön és megy, jön és megy, jön és megy. Ha rezgéseitek összhangban vannak a párkapcsolattal, amit egy egész életen át próbáltok tökéletesíteni, akkor abban éltek. Nem kell parázni, ez beugratós kérdés volt. Mert amikor fizikai formában élő barátainktól azt kérdezzük, hogy tudják-e, mit akarnak, akkor a legtöbben olyan dolgokra gondolnak, amik a képzeletbeli mérlegen a megvalósulásra váró vágyok serpenyőjében vannak. Vagyis amiket még el akarok érni. A múltkor valakit igyekeztünk rávenni, hogy jó dolgokra összpontosítson. És ötleteket adtunk, egy egész listát pozitív dolgokról, amikre gondolhatna. Erre azt mondja nekünk, hogy ó, Ábrahám, ezekre egyáltalán nincs szükségem. Már mind megvan nekem. Valójában azt értette alatta, hogy amire igazán vágyom, az még egyáltalán nem történt meg. Szeretnénk segíteni, hogy felismerjétek. Ha úgy gondoltok a vágyaitokra, hogy azok még nem teljesültek, vagyis nem tapasztaltátok meg, még mindig a hiányát élitek meg, és ami még fontosabb, rossz érzést, negatív érzelmeket kelt bennetek, például elégedetlenek vagytok, mert olyan sokáig kell várni, hogy beteljesedjen, vagy csalódottak vagytok, mert veletek már soha nem fog megtörténni, pedig másnak sikerült, akkor ez komolyan befolyásolja, hogy milyen rezgéseket bocsájtatok ki magatokból állandóan. Ha tetszik, hívhatjuk ezt megrögzött rezgésnek is, ami nem más, mint a szilárd meggyőződés. Az egész állandóan ott lebeg a távolban, mert a pillanatnyi helyzetetek és a vágyott dolog közötti távolság soha nem csökken. Ezért vergődik az emberek többsége oly sokáig ugyanabban a helyzetben. Biztos ismertek ilyen embereket, akik rossz párkapcsolatban élnek, és amikor csak találkoztok velük, folyton erre panaszkodnak. Majd egyszer csak véget ér a kapcsolatuk, mert végül elegük lesz belőle, és becsukják maguk mögött az ajtót. Aztán legközelebb találkoztok, és az új párkapcsolatokról beszélnek, és lassan azt veszitek észre, hogy arról is ugyanúgy panaszkodnak. Szóval, ha találkoztatok már ilyen emberrel, és valamennyire is odafigyeltetek rá, vagy mondjuk lehet, hogy éppen rólad beszél, akkor biztos feltűnt, hogy az élménybeszámolóikban egymást látják az arcok és a helyszínek, de igazából a sztori ugyanaz, nem sok minden változik. Mintha újra és újra ugyanazzal az emberrel kötnének házasságot, újra és újra ugyanazzal a partnerrel találkoznak. Folyton ugyanarra a környékre költöznek, ugyanolyan szomszédok közé, és ugyanolyan házakban, ugyanazokkal a gondokkal élnek együtt. Még mindig a padlónál tartasz? Mondja Jerry Esternek, miután az újabb és újabb terveknél rendre gond van a padló. Nekem fontos a padló. Feleli erre Esther. Ez nyilvánvaló, mondja Jerry. Ha egyáltalán nem gondolnál rá, végre lehetne egy tökéletes padló. Na, pont ilyen gondolati mintáitok vannak. A vonzás törvénye pedig segít fenntartani a meggyőződéseitek mintáit. A meggyőződés nem más, mint egy gondolat, amely folyamatosan foglalkoztat. Az élettapasztalat már korán rákényszerített benneteket, hogy kialakítsátok a saját gondolatmintáitokat. Előfordult, hogy ezeket mások tanították meg nektek nagy gonddal. Máskor viszont megfigyeltetek valamit, amiről aztán beszéltetek, amire később visszaemlékeztetek. Ezért újra bevonzottátok az életetekbe, majd beszéltetek róla, emlékeztetek rá, aztán újra bevonzottátok. Milyen izgalmas itt az élet, nem? Ha valamiről beszéltetek, az előbb-utóbb újra felbukkan, és közvetlenül meg kell tapasztalnatok. Ezért alakítjátok ki a saját mintáitokat, amelyeket aztán igazságnak neveztek. Először nem voltam biztos benne, aztán töprengtem rajta egy ideig. Majd miután figyelmet szenteltem neki, mindenhol bizonyítékát kezdtem látni. És most már ez a meggyőződésem, és most, hogy már elhiszem, meg is történik. Mondjátok.
Mi pedig azt mondjuk, hogy ez aztán csodálatos, nem? Ha ez az, amit akartok. Ám ha a berögzött gondolatmintákat olyan dolgokkal kapcsolatban ismételgetitek, amelyeket nem akartok, márpedig ebben nagyon jók vagytok, akkor annak az a tömegpszichózis elmélet lesz az eredménye, ami valahogy így néz ki. Ha nem beszélünk folyton a történelmünkről, akkor az szinte bizonyosan megismétli önmagát. Mi viszont azt mondjuk, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. Minél többet foglalkoztok valamivel, annál inkább működésbe hozzátok a lényegét rezgésetekben. Minél jobban működik a rezgésetekben, a vonzás törvénye annál több hasonló dolgot hoz az életetekbe. És minél több hasonló dolgot kaptok a vonzás törvénye által, annál több figyelmet szenteltek a dolognak. És minél jobban megfigyelitek, annál többet beszéltek róla. Minél többet beszéltek róla és figyelitek, annál többet foglalkoztok vele. Vagyis folyamatosan sugározzátok a rezgését. Minél többet sugározzátok a rezgését, a vonzás törvénye annál több hasonló dolgot tesz hozzá. Minél több hasonló dolgot tesz hozzá a vonzás törvénye, annál jobban megélitek, annál többet beszéltek róla, annál többet visszhangozzátok, annál jobban sugározzátok a rezgését. Minél jobban sugározzátok a rezgését, a vonzás törvénye annál többet vonultat fel belőle. Minél többet vonultat fel belőle nektek a vonzás törvénye, annál feltűnőbb lesz számotokra. Minél feltűnőbb számotokra, annál többet beszéltek róla. Minél többet beszéltek róla, annál jobban sugározzátok rezgésetekkel. Minél jobban sugározzátok rezgésetekkel, a vonzás törvénye annál többször megidézi ugyanazt a dolgot. Minél többször megidézi a vonzás törvénye, tovább is van, mondjam még. Az élet tapasztalata megmutatja nektek. Ha továbbra is folyton ugyanazt a történetet mesélitek, biztos, hogy semmi nem változik meg körülöttetek. Ennek az összejövetelnek az a címe, hogy a megengedés művészete. De igazából úgy is hívhatnánk, hogy egy másik történet mesélésének a művészete. Hogy képesek legyetek úgy elmesélni a történetet, ahogyan az élet fokozatosan megtanított benneteket. De mégis saját szavaitokkal, észrevételeitekkel, saját várakozásaitokkal, rezgésetekkel színezve. Mert ha ez sikerül, akkor a vonzás törvénye válaszol szándékosan sugárzott gondolataitokra. És azt kapjátok, amit akartok. És nem csak azt, amit megfigyeltek. Annyira érdekes hallgatni emberi formában élő barátainkat, amikor sokan azt mondják nekünk, hogy azért beszélnek valamiről, mert igaz. Mi pedig azt mondjuk, hogy ez szánalmasan gyenge kifogás, mert annyi minden van, ami igaz. Ha valami igaz, az csupán annyit jelent, hogy valakik figyelmet fordítottak rá. Rezgéseket sugároztak róla, majd a vonzás törvénye megadta nekik. Miután a vonzás törvénye megadta nekik, alaposan megfigyelték. Miközben megfigyelték rezgéseket, vagy ezt a szorít már meséltük, nem? Valamit csak is azért tapasztalunk igaznak, mert valahogyan valamiért rezgéseket sugároztunk a dologgal kapcsolatban. Erről szól az egész, a megengedés művészete, hogy ti teremtitek meg a saját élettapasztalatotokat, akár tudtok róla, akár nem. Úgyhogy, ha nem esik nehezetekre, akár csinálhatnátok ezt tudatosan is. Nem állíthatjátok le a rezgéseteket. Mindig sugároztok valamilyen rezgést, és a vonzás törvénye mindig válaszol rá, tehát akár sugározhatnátok szándékosan is. Sokan azt mondják erre, hát én pont így teszek. Mindig a szándékom szerinti rezgést sugárzom, mert nagyon is tudatában vagyok a dolgoknak, amiket nem akarok. És töretlenül gondoskodom róla, hogy ezek a nem kívánatos dolgok ne valósuljanak meg. Hadd soroljam fel a dolgokat, amiket nem akarok, így aztán biztosak lehettek benne, hogy ezek egyike sem fog soha megtörténni velem. A lista hosszú. Egy életen át gyűjtögettem, ebben igazán jó vagyok. Ráadásul szórakoztatóan tudom előadni. Nagyon mulatságos, ahogy életem tapasztalatának a gondjait ismételgetem. Már évek óta szórakoztatom ezzel az embereket. Dőljetek hátra és mulassatok jól, amíg elmagyarázom, hogy miért nem úgy alakul az életem, ahogy szeretném. Aztán, ha végeztünk és ezredjére elismételtem ezt a történetet, bocs, nem te vagy az első, aki végighallgatja, akkor szépen megkérem a vonzás törvényét, hogy hallgasson jól és adja pontosan az ellenkezőjét. Mi pedig azt mondjuk, hogy a vonzás törvénye olyan igazságos jó barát. A vonzás törvénye mindig megismétli a rezgéseteket. Szeretnénk emlékeztetni, hogy rezgéseteket, rezgésetek egyensúlyát, viselkedését, vonzásotok irányultságát, hogy mi illik hozzátok igazán, mindig ti ismeritek a legjobban, az alapján, ahogy éreztek. Érzéseitek mutatják meg rezgésetek egyensúlyát. Ennek a következő az oka. A forrásenergia vagytok fizikai testben. Ezzel sokan tisztában is vagytok. Istenről, a forrásról, lelkekről, mennyről és angyalokról beszéltek. Régóta próbáljátok gondolataitokkal megragadni saját örökké valóságotok gondolatát.
Néhányan közületek már a találkozásunk előtt is hittek abban, hogy volt életük már a születésük előtt. És persze még jobban remélik, hogy lesz a haláluk után is. Mi viszont szeretnénk elmondani nektek, hogy sok minden, amit erről gondoltok, elég nagy sületlenség. Szeretnénk, ha megértenétek, hogy örökkévaló lények vagytok. Ne vagytok se élők, se holtak, előbb angyalok, aztán halandók. Nem arról van szó, hogy ott együtt vagytok a forrással, itt meg elszakítva tőle. Mindig a forrás energia vagytok. Nagyobb részt rezgésből álltok, és ez a fizikai lény, akit önmagatokként ismertek, és az összes fizikai elem, amely körülvesz benneteket, csupán rezgések sajátos értelmezése. Rezgéseké, melyekből ezt a csodálatos világot felépítettétek, amit éppen megtapasztaltok. Itt vagytok a gondolat által teremtett magasabb létformában, fizikai testetekben összpontosulva. És ez tényleg nagyszerű dolog, hogy itt vagytok. Mi mégis azon igyekszünk, hogy felismerjétek. Nem mindenestől léptetek ebbe a fizikai testbe. Most ne azt értsétek ez alatt, hogy egy páran lemaradtak erről az élményről. Nem arról van szó, hogy te, aki vagy, nem mindenestől vagy az, aki. Nagyobbik részed mindig állandó. Nem fizikai, tiszta, pozitív, isteni erejű, forrás és szeretet energia marad. Ez az, aki te vagy. És ennek a tudatosságnak egy része vetül ide, ebbe a fizikai testbe. Mint ahogy annak a teljessége, aki te vagy ebben a fizikai testben, nem vesz részt ma ezen az összejövetelen. Mert azon kívül, ami itt és most vagy, lehetsz még anya vagy apa, testvér, sportoló vagy könyvelő is. Rengeteg olyan oldala van az életednek, ami egyáltalán nem jut szerephez, miközben itt összpontosulsz velünk. Tehát szeretnénk, ha megértenétek, hogy a szó tágabb értelmében vett nagyobbik részletek nem fizikailag összpontosul. Viszont nagyon is részesül azokból az előnyökből, amit azzal szereztek, hogy itt vagytok fizikai formában. Értitek, hogy a forrás energia voltatok, mielőtt ebben a testben lettetek volna? Követhető az a gondolatmenet, mi szerint forrás energia részletek még mindig a nem fizikai szférában létezik? Mint ahogy az áram végigfut a falba húzott vezetéken, ti pedig rácsatlakoztatjátok a kenyérpirítót, és pirítós csináltok reggelire. De akkor miért nem maga az áram a kenyérpirító? Kérdezhetné erre valaki. Mi pedig azt mondjuk, hogy azért, mert az áram az áram. A kenyérpirító meg kenyérpirító. Forrás energia részletek a forrás energia részletek. Fizikai részletek pedig az a kenyérpirító. De mindez együttműködik, mert itt fizikai formában az a dolgotok, hogy tapasztaljatok. Itt vagytok megtestesült formában, és ebben a formában új következtetésekre juttok, amire aztán a bennetek lévő forrás azt mondja, egyetértünk, és rezgésünkben azonosultunk vele. Jó nagyot kellene hátrább lépnetek, hogy tisztállássátok mindazt, amit mi a teremtésről tudunk. A bolygótok, és ahogy ti nevezitek a földi élet megteremtéséről. De szeretnénk, ha tudnátok, hogy minden, amit valódinak, kézzel foghatónak, tapinthatónak, fizikai érzékekkel felfoghatónak neveztek, először minden ízében rezgés volt. Előbb minden csak gondolat, majd rezgésként létező gondolat, amelyre egyre hosszabban gondolnak, még nem idővel, ha elegendő figyelem irányult rá, alakot és formát ölt. Annyira bizonyosak vagytok abba, hogy amit éltek, az a valóság. Közös megegyezésen alapul, hogy milyen szabályok szerint működik a világ körülöttetek. Egyezményesen vetítettétek ki a saját téridő valóságotokat. Azt mondjátok, látjuk ezt a szobát, lemérjük és egyetértünk abban, hogy mekkora. Tudjuk, hogy mi az a négyzetméter, hogy mi az a hosszmérték. A legtöbben egyetértünk még a színeket illetően is. Annyi mindenben értünk egyet, mert fizikai érzékünket használjuk a rezgések értelmezésére. Mi pedig arra próbálunk rávenni titeket. Pedig tudjuk, hogy ez nem könnyű, mert fizikai környezetetek annyira állandónak és szilárdnak, annyira változatlanak és valóságosnak tűnik, hogy elfogadjátok. Minden létező dolog mozgásban lévő rezgés, és mindent a saját érzékeitek szerint értelmeztek. Amit a szemetekkel láttok, rezgések értelmezése. Amit a fületekkel hallotok, sőt, amit szagoltok vagy ízleltek, amit az ujjatokkal tapintotok, mind értelmezett rezgések. Mivel oly hosszú ideje teszitek ezt, és oly sok mindenben egyetértetek, látszólag csak ez a változatlan valóság létezik. Ez a csodás talapzat, amelyen szilárdan álltok egy életen át. Mi azonban szeretnénk, ha megértenétek, hogy ez a valóság, amelyet annyira állandónak és szilárdnak gondoltok, korántsem változatlan. Folyamatosan változik. Olyan mértékben változik, alakul és formálódik,
amennyire fizikai mi voltotokban engeditek. Ezért ez a megengedés művészete. Szeretnénk, ha a forrás szemével vetnétek egy pillantást fizikai világotokra. Mert amikor a forrás szemével kezditek nézni a világotokat, lassan kizökkentek a régi kerékvágásból. Odafordítjátok a másik orcátokat. Elvonjátok figyelmeteket bolygótok és a földi élet azon dolgairól, amelyeket nem kívántok megismételni és megtanítani gyermekeiteknek. És inkább arra figyeltek, amit szeretnétek rezgésetekben megőrizni. Amire szeretnétek, ha a vonzás törvénye válaszolna. Amiatt nem kell aggódnotok, hogy a vonzás törvénye válaszol-e. Mindig működik. A vonzás törvénye feliratú gomb mindig be van kapcsolva. Ami azt jelenti, hogy bármit sugárzol is rezgéseddel, válasz érkezik rá. Ám a legtöbben nem ismeritek fel, hogy a lényeteknek két oldala van, amelyre a vonzás törvénye válaszol. Nem fizikai részetek, amely, mint elmagyaráztuk, mindig nem fizikailag összpontosul. El tudjátok képzelni, hogy mi óta tart ez? Valamint ott van a fizikai énetek, amely fizikai létetek kezdete óta létezik, vagyis... Legyünk őszinték, nem annyira nagyon régóta. Adott tehát ez a részletek, amelyre a vonzás törvénye válaszol. Illetve az a részletek, amelyre a vonzás törvénye válaszol. Mi pedig szeretnénk, ha ráébrednétek, hogy a nagyobbik részletek az uralkodó. Mert a vonzás törvénye nem csak arra válaszol, akik születésetek előtt voltatok, hanem, most figyeljetek, arra is, akik valójában vagytok annak következtében, hogy itt éltek, ebben a fizikai testben. Felfogjátok, hogy ennek az életnek a tapasztalata folytán a nagyobbik részletek fejlődik és alakul? Tudjátok, hogy voltak éppen ezért jöttetek ide? Az emberek ehhez képest olyan zagyva történeteket mesélnek, hogy szóval a forrás tökéletes, engem pedig azért küldtek ide, hogy kitaláljam, hogyan értem el a tökéletességet. A forrás törvényeket fektet le nekem, hogy megtanuljam azokat, és én meg is tanulom majd mind, kitartok keményen, és elindulok a tökéletesség felé, amelyet a forrás elért. Mi azonban azt szeretnénk, ha megértenétek, hogy a forrás, amelyről beszéltek, mindig bennetek van. Nem tudjátok elhagyni. Kétségtelenül elég ügyesen el tudjátok szakítani magatokat tőle, de a forrás, amely bennetek van, mindig bennetek is marad. Érzéseitek pedig elárulják, hogy az adott pillanatban mennyire fogadjátok be a forrás teljességét. Vagy mennyire tagadjátok meg? Amikor szeretetet éreztek önmagatok vagy valaki más iránt, rezgésetek tökéletes összhangban áll a bennetek lévő forrással. Ha gyűlöletet vagy haragot éreztek valaki más vagy önmagatok iránt, meg se közelítitek a forrásotokéval egyező rezgést. Ilyenkor negatív érzelmeitek jelzik a szakadékot a között, akinek engeditek magatokat lenni, és akik valójában vagytok. A negatív érzelmek ereje és intenzitása mindig pontosan jelzi, hogy milyen mértékben szakítjátok el magatokat önmagatok teljességétől. Ha fizikai, emberi formátokba hagyjátok, hogy magukkal sodorjanak a vágyak, amelyek a bennetek lévő forrásból indultak ki, akkor szenvedélyt, lelkesedést, szeretetet, bizonyosságot éreztek, elevennek, erővel telinek érzitek magatokat, imádjátok az életet. Ilyenkor vagytok igazán önmagatok. Ha viszont idegesnek, tehetetlennek, mérgesnek vagy haragosnak, dühösnek vagy csalódottnak érzitek magatokat, féltek vagy elkeseredettek vagytok, fokról fokra egyre jobban és jobban és jobban elszakítjátok magatokat attól, akik valójában vagytok. Szeretnénk tehát, ha megértenétek, hogy érzelmeitek minden pillanatban, amikor érzitek őket, akár a szeretet, akár a kétségbeesés érzéseként jelentkeznek, pontosan megmutatják, hogy milyen viszonyban áll annak a lénynek a rezgése, akivé életetek hatására váltatok. Annak a rezgésével, akinek engeditek magatokat lenni, itt és most, ebben a pillanatban, bármire fordítjátok is éppen a figyelmeteket. Az érzelmek pillanatról pillanatra, fokról fokra vezérelnek. Mindig ahhoz a lényhez viszonyulnak, akik valójában vagytok, és amit igazából akartok, és ahova elmondásotok szerint valóban szeretnétek eljutni. Más szóval ez egy kifinomult útmutatás, amely mindig a rendelkezésetekre áll, ha megtanuljátok értelmezni. Úgy működik az egész, mint a kocsiban a navigációs rendszer. Tudják, hogy éppen merre jártok. Tudjuk, hogy merre jártok. Ti pedig beprogramozzátok a kívánt úti célt, majd a rendszer meghatározza az adott helyzetetek alapján a legrövidebb utat oda, ahová el akartok jutni. A vezérlő rendszeretek ugyanígy működik. Itt álltok, talán nincs elég pénzetek, vagy szörnyen érzitek magatokat a párkapcsolatotokban, esetleg nem kielégítő, netán ijesztő az egészségi állapototok. Itt vagytok ebben az ellentmondásokkal teli életben, és hogy javítsatok a helyzeteteken,
Folyamatosan indítjátok útnak vágyaitok nyilait. Egyre többet. Mert ha tudjátok, hogy mi az, amit nem akartok, annak segítségével meghatározhatjátok, hogy mi az, amit akartok. A bennetek lévő forrás pedig nem csak meglovagolja ezeket a nyilakat, hanem rezgésében azonosul új, fejlettebb énetekkel. Tehát azt szeretnénk kérdezni tőletek. Most ebben a pillanatban engeditek-e magatokat, gondolataitok és szavaitok révén lépést tartani önmagatokkal? Felzárkóztok-e ahhoz, akivé az élet alakított benneteket? Ha igen, akkor összhangban vagytok önmagatokkal. Remekül érzitek magatokat. Ha igen, akkor megengeditek magatoknak, hogy önmagatok fejlettebb változata legyetek. Ekkor a forrás szemével látjátok a világot. Ha viszont negatív érzelmek lesznek urrá rajtatok, az azt jelenti, hogy valaminél leragadt a figyelmetek. Ez az érzés is valódi. Tudjuk, hogy nem ti találtátok ki a dolgot, hanem csak megfigyelitek. Nem szándékosan igyekeztek távol tartani magatok attól, akik valójában vagytok. De mégis mindig éppen ezt teszitek, amikor negatív érzelmeket tápláltok. Távol tartjátok magatokat attól, akik valójában vagytok. Szeretnék megmutatni nektek, hogyan ismerhetitek fel saját vezérlőrendszereteket, és miként alkalmazhatjátok még hatékonyabban minden pillanatban. Szeretnénk, ha egy új felismeréssel távoznátok erről az összejövetelről. Hogy számít az, hogy hogyan érzitek magatokat, mert ezen lehet lemérni, hogy mennyire vagytok összhangban, vagy mennyire távolodtok el attól, akik valójában vagytok. Hogy engeditek-e az adott pillanatban teljességgel jelen lenni azt, aki valójában vagytok, vagy elutasítjátok. A fizikai formában élő lények közül sokan önmaguk puszta árnyékaként járnak kelnek az életben. Az anyák dühösen kiabálnak a gyerekükkel, pedig senkit az égvilágon nem akarnak jobban szeretni. Mégis elveszítik a fejüket, nem tudják, hogyan tarthatnák magukat a szeretet rezgésén, mert reflexzerűen válaszolnak az életre. Mi azonban szeretnénk, ha elkezdenétek megfontoltan, tudatosan és átfogó módon felhasználni az ellentéteket. Ha értitek, hogy kik vagytok, és milyen érzés annak lenni, akik valójában vagytok, majd elkezdtek erre az érzésre hangolódni. Rezgésetek összhangba kerül azzal, akik valójában vagytok. Amikor pedig összhangban vagytok önmagatokkal, amikor a lényetek legmélyéről jövő rezgéseket sugározzátok, olyan erős benyomást tesztek másokra, hogy az emberek elképednek, mennyire határozottan és magabiztosan élitek az életet. Ha rezgésetek összhangban van azzal, akik valójában vagytok, akármerre jártok, a vonzás törvénye folyamatosan elhalmoz, körülvesz és megajándékoz azokkal a fantasztikus és csodálatos lehetőségekkel, amelyek lépésről lépésre elvezetnek benneteket a szüntelenül fejlődő, folyamatosan kibontakozó boldog élet tapasztalatához. Nem arról van szó, hogy megtudjátok, mit nem akartok, és így tudjátok, hogy mit akartok, majd kitaláljátok, hogy mikét juthattok el ahhoz, amit akartok. Nem arról a néhány, tucatnyi, száz vagy ezer dologról beszélünk, amit szeretnétek. Ez az összejövetel nem arról szól, hogy hogyan lehet hozzájutni ezekhez a dolgokhoz, hanem segíteni akarunk új irányba terelni felfogásotokat arról, hogy voltak éppen miért is vagytok itt, ebben a testben. Nem azért érkeztetek, hogy elvégezzetek valamit. Nem azért érkeztetek, hogy megnevezzétek a dolgokat, amelyeket akartok, majd tovább lépjetek és megéljétek megvalósulásukat, csak azért, mert jobb, ha vannak, mintha nincsenek. Azért érkeztetek, hogy meghatározzátok, mit akartok, majd elindulhassatok felé, hogy örömötöket lejjétek az élet áramában, amely állandó és örök. Önmagatok áramlásában akartok lenni, nem pedig ellenszegülni az áramlatnak. Ha azzá váltok, akik valójában vagytok, a vonzás törvénye válaszol, és létrehozza az áramlatot. Mintha egy gyors folyóba lépnétek, ami mindig arra felé sodor, akivé az életformát benneteket. Ha engeditek magatokat együtt haladni ezzel az áramlással, egyszer csak az lesz az érzésetek, hogy jól érzitek magatokat. De ha árral szembe a sodrással ellentétes irányba fordultok, azt rögtön megérzi a testetek. A lényetek minden sejtjében érzitek, mégpedig azért, mert nem engeditek magatokat annak lenni, akik vagytok. Ez az energetikai ellentmondás pedig szétszakít, szerencsétlenné tesz, megbetegíti a testedet, elkezdi tönkretenni az életedet. Megakadályozza, hogy azok legyetek, akik vagytok. Persze, amikor kinyifantok, mindennek vége szakad. Mert amikor kinyifantok... Imádjuk ezt a tiszteletlen szót. Mivel a halál nem létezik, igyekszünk olyan tiszteletlennek lenni ezzel az elképzelésetekkel, amennyire csak tudunk. Szóval, amikor eljön az, amit ti a halál, vagyis kinyifanás tapasztalatának neveztek, nem foglalkoztok többet semmivel, ami miatt fizikai formátokban aggódtatok.
és annak a rezgése lesz az uralkodó, akik valójában vagytok. Egy csapásra azok a lények lesztek, akiké mindannak a hatására váltatok, amit megéltetek. Ez most a legjobb alkalom, hogy megosszuk veletek az örömhírt. Nem kell kinyifanni ahhoz, hogy ez megtörténjen. Itt maradhattok ebben a fizikai testben, és pillanatról pillanatra, napról napra, arra ügyelve, hogy érzitek magatokat, elkezdhettek lényetek középpontjának a rezgésére hangolódni. Majd ahogy ráhangolódtok arra, akik valójában vagytok, lassan megértitek, hogy milyen jól esik élni az életet, hogy milyennek kellene érezni minden pillanatát. Élni jó, és ezt érezni kell. Múlt nyáron Jerrynek és Esthernek csodás élményben volt része. Vadvízi evezésre mentek, levitték a csónakot a partra, sokan voltak, egy hatfős társasággal jöttek, de voltak ott mások is. Egy egész egyetemi birkózó csapat például. Jól érezték magukat, mindenki lefröcskölte az evezőből a másikat. Nem a birkózók, ők tudtak evezni. Ott álltak a folyóparton, és eszükbe sem jutott egyiküknek, egyetlen pillanatra sem, hogy árral szembe tegyék vízre a csónakot. Majd aztán ár ellenében kelljen evezniük. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a sebes folyó magával sodorja őket. A túravezetőjük rögtön ezzel kezdte. Barátaim, ez itt nem az akvapar, ez nem vízi csúszda, a folyót nem tudjuk megállítani. Azt akarta, hogy tisztában legyenek a folyó erejével. Mi pedig pontosan ugyanezt akarjuk mondani nektek. Szeretnénk, ha tisztában lennétek ennek a folyónak az erejével, és hogy ez nem vízi csúszda, nem tudjuk megállítani. Jóval azelőtt mozgásba hoztátok a folyótokat, hogy ebbe a fizikai testbe érkeztetek volna. A sodrás pedig egyre erősebb, amióta a fizikai testben vagytok. Minden alkalommal, amikor megtudjátok, hogy mit nem akartok, útnak indítjátok vágyaitok nyilát azzal kapcsolatban, amit akartok. És ettől a folyó még gyorsabb lesz. A folyó azért halad egyre gyorsabban és gyorsabban és gyorsabban, mert lényetek bármely szintjén hozzátok létre a kívánságokat és vágyakat, hogy mibe lehetne jobb az életetek, nem fizikai részletek, minden alkalommal teljes mértékben elfogadja, és határozottan magáévá teszi, rezgésében azonosul vele, és egyértelműen ezt a gondolatot sugározza. Aztán pedig, ahogy a mindenre kiterjedő vonzás törvénye válaszol erre a folyamatosan erősödő rezgésre, amit ti indítottatok el, egyszer csak elkezditek érezni ellenállhatatlan vonzását, ami tiszta erővel ebbe az irányba húz. Értitek már? Szeretnénk megértetni veletek, hogy milyen sebes ez a folyó, és mennyire fontos, hogy engedjétek magatokat együtt haladni vele. Ha hagyjátok magatokat arra felé mozdulni, akivé váltatok, érzitek, hogy könnyedén sodródtok az áramlással. Ha viszont szembefordultok vele, azt érzitek, hogy milyen nehéz ellenszegülni, és csak azért is árral szemben úszni. Egyszerűen erről szól minden érzelmetek. Ha kellemetlen érzésetek támad, az minden egyes alkalommal azt jelenti, hogy az élet hatására többek lettetek, mint amennyinek ez a gondolat, tett vagy szó lenni enged. Vagyis az élet segített megtudnom, hogy több pénzt akarok. Forrás energia részem pedig gazdagabb lényben. El tudjátok képzelni? Mi tudjuk, hogy mekkora bőség halmozódott fel rezgéseitek potenciális tartományában. Valóságos vagyonok hívogatnak titeket. Itt van tehát ez a fantasztikus bőség, amit egész életetekben megidéztetek. És itt vagytok ti, és folyton azt hajtogatjátok, hogy nincs elég pénzem. És ami még rosszabb, állandóan csalódottságot éreztek ebben. Nincs elég pénzem, szeretném ezt megvenni, de nem engedhetem meg magamnak. Jó lenne megvenni, de nincs rá pénzem. Annyira elegem van belőle, hogy olyan dolgokat akarok, amik soha nem lehetnek az enyémek. Elegem van abból, hogy nincs pénzem, nincs elég pénzem, nincs elég pénzem, nincs elég pénzem, nincs elég pénzem. Alig ismerek olyat, akinek van elég pénze. Alig ismerek olyat, akinek van elég pénze. Nem ismerek senkit, akinek van elég pénze. Senkinek sincs elég pénze, senkinek nincs elég pénze, senkinek. Annak a májár majomnak bezzeg tele van lóvéval. Annyi lóvéja van, de annyira sok, szerintem meg se érdemli. Csak szórja a pénzt, tisztára felesleges dolgokra pazarolja. Mások meg közben éheznek. Nincs elég pénzem, nincs elég pénzem, le vagyok égve. Szerintem tuti, hogy drogot árul. Nincs elég pénzem, nincs elég pénzem, nincs elég pénzem. Meg kell, hogy értsétek egyszer s mindenkorra, hogy nem lehet ezzel az érzéssel élni. És közben azt várni, hogy dőljön a pénz. A kettő együtt nem megy. A két rezgés hullámhossza köszönő viszonyban sincs egymással. Csalódottságotok érzi, hogy nem engeditek magatokhoz a pénzt.
Mi lehetne annál biztosabb jel, hogy nem jön a pénz? Mert nem jön. Jön? Tehát először vannak érzelmi jelzések arról, hogy állsz anyagiag. Aztán ugye számszakilag is tudomást vehetsz a bruttó végösszegről. Ideje ráébrednetek, hogy bármit tapasztaltok, az pontos lenyomata annak, amit a rezgések szintjén tesztek. Sőt, most jön a lényeg. Ezt muszáj elmondanunk, addig el nem megyünk innen, amíg meg nem értitek. Egy perc, és nem fog fájni. Amit megéltek, az pontosan megmutatja, hogy mit sugároztok rezgésetekkel. Ez hogy hangzik? Fontos ez az egész? Komolyan kell venni, hogy amit megélsz, az megmutatja a rezgéseidet? Fontos. Persze, hogy az. De az a helyzet, hogy nem szeretnénk, ha túl komolyan vennétek. Mégpedig a következő okból. Mert csak megmutatja, hogy mi történik a rezgések szintjén. A bankszámlám a rezgéseim mutatója. Most nézd meg, hogy mi van a bankszámlámon. Alig van rajta valami. Miért nem gyarapodik a bankszámlám? Miért nem gyarapodik? 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 Mert jelzi, hogy miért nem gyarapodik. Hogy miért nem gyarapodik? Minden, amit megértek, bármiről legyen is szó, akár a testi egészségről, akár párkapcsolatról, vagy a pénzügyi helyzetetekről, minden, amit átéltek, csak ideiglenes pillanatnyi jelzés, ideiglenes pillanatnyi rezgésetekről. Ennyi az egész. A baj csak az, hogy fogalmatok sincs az általatok sugárzott rezgések ideiglenességéről. Mert olyan régóta mondogatjátok ezeket a szavakat, hogy beégtek, állandósultak a rezgésetekben. Olyan régóta mesélitek már ugyanazt a történetet, hogy semmi új nem jut az eszetekbe. Valami miatt az a fixa ideátok, hogy azt kell mondani, ami van. Most akkor játsszuk el, hogy is működik ez. Azt mondd, és úgy, ahogy van. Az igazat akarom hallani. Mi a helyzet? Kérdezi az édesanyád. Erre rákezdesz, hogy nincs elég pénzem, nincs elég pénzem. Utállak, 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 utállak. Nem tetszik, amit teszel. Nem tetszik, amit a pénzemmel teszel. Nem tetszik, amit a kormányommal teszel. Nem tetszik, amit... Egy kicsit túllihegjük ezt, nem? Mert kezd az agyatokra menni. De szeretnénk, ha megértenétek, hogy ki kell találnotok végre valami újabb történetet. Nem tudom, érthetőek voltunk-e. Világos-e, hogy a rezgések állandó sugárzásának két ellenpontja van? Van egy magasabb énetek, illetve a fizikai énetek. Világos ez? Hihető? Értitek, hogy forrásenergia lény vagytok? Figyeljétek meg a különbséget a között, hogy mit visszhangoztok. Nincs elég pénzem, nincs elég pénzem, nincs elég pénzem, nincs elég pénzem. Soha sem volt elég pénzem. Bőve van pénz. Itt a pénz, mindenre van lehetőség, jót mindenre, amire kell. A körülmények és az események úgyis jól alakulnak. Itt van a pénz. Van elég pénz. Ide néz, ide néz, ide néz, ide néz. Most pedig szeretnénk bemutatni az érzelmi különbséget. Nincs elég pénzem, nincs elég pénzem. Miért nincs elég pénzem? Sajnálom, hogy nincs elég pénzem. Mit csináltam rosszul? Tudhattam volna. Tudhatták volna. Bőven van pénz. Nincs semmi baj. Előtted van minden, amit csak akarsz. Amikor készen állsz rá, meg lesz minden. Semmit sem kell tenned, elvégezted a feladatot. Nem kell más tenned, csak engedd el magad, és hagyd, hogy megtörténjen, hogy megtapasztad, amit akarsz. Szeretnéd most már a benned lévő forrás visszhangját hallani. Szeretnéd a forrás hívószavát hallani. A forrás a vágyaid irányába hív, és biztos lehetsz benne, hogy jó irányba haladsz. Mert a dolgok fokozatosan kezdenek felragyogni előtted. És nagyon, de nagyon jó érzést tölt el. Amikor ráléptetek az útra, amit ti magatok köveztetek ki saját magatok számára, és amiről a bennetek lévő forrás gondoskodott, amely a vágyaitok felé hív, úgy érzitek, tele vagytok energiával és lelkesedéssel. Ennek ellenére mégis mire tanít a fizikai világotok? Azt sugallja. Ha jó érzésetek van, résekkel lennetek. Jaj, annyira izgatott vagyok az egésztől, lelkedeztek a barátaitoknak. Erre ők. Vigyázz! Vigyázz, mert ez a jó érzés azt jelenteti, hogy valami nagyon-nagyon rossz vár rád. Ismertem másokat, akik bizakodók voltak, és rossz dolgok történtek velük. Úgy gondolom, hogy jobb, ha óvatos vagy. Szerintem jobban jársz, ha maradsz, ahol vagy. Lehet, hogy néha lekever egyet, de jól keres. Muszáj, hogy megértsd.
Csak az számít, hogy hogyan érzed magad, mert az érzéseid jelzik, hogy sikerül-e áthidalnod a távolságot a között, akinek engeded magad lenni, és aki valójában vagy. Vagy éppenséggel szélesíted a szakadékot. Mindig lehet tudni, mert igazából minden egyes mondatnál érzed, hogy az árral vagy azzal szemben, ár irányában vagy árral szemben haladsz-e. Az ár irányába tett kijelentés mindig a megkönnyebbülés érzésével jár. Nem mindig olyan érzés, mint napsütötte, virágos réten járni. Nem feltétlenül a világ legszuperebb érzése. De az ár irányába mutató gondolat ott és akkor, abban a helyzetben mindig jobb érzéssel tölt el, mint az árral szemben ható gondolat. Mindig meg tudod állapítani a különbséget a között, hogy valami kicsivel jobb vagy kicsivel rosszabb, kicsivel jobb vagy kicsivel rosszabb érzést okoz. Az ilyen összejövetelek általában azt súlykolják belétek, hogy el kell jutnotok ezekhez a jó érzést keltő érzelmekhez. Ráadásul a pozitívan gondolkodó emberektől annyira írtóztok. Még a gondolattól is kiver a víz benneteket, hogy egyszer ti is így érzitek. Más szóval nincs annál bosszantóbb, mint boldognak látni valakit, amikor te nem vagy az. Nincs annál bosszantóbb, mint látni, hogy valaki olyan életet él, amilyet te szeretnél, de nem teszed. Vagy ami még rosszabb, el is mondja pont neked. Ezt hallgass meg, milyen csodák esnek meg velem, kímélj meg a részletet. Mondod erre te. Nem akarjuk, hogy bárkivel is összehasonlítsátok magatokat. Csak annyit szeretnénk, hogy tudatosan összehasonlítsátok. Az a gondolat, ami éppen eszetekbe jut, vajon árral szemben vagy ár irányában halad? És tudjátok miért? Mert az a gondolat, amelyre éppen gondoltok, megegyezik vonzásotok irányával. Mert az a gondolat, amin épp a fejeteket töritek, az egész életetekről árulkodik. De van még egy apróság, ami talán nektek is ismerősen cseng. A rezgések kibocsátása és azok megnyilvánulása között időbeli eltolódás van. Rezgéseitekkel a teremtés több mint 99%-át elvégzitek, mielőtt annak bármi bizonyítéka megmutatkozna. Tehát egy darabig az ár irányába fordulva haladhattok, mielőtt ennek a bizonyítékát észrevennétek. Éppen ezért nem veszitek észre. Azonnali eredményt akartok. Most képzeljétek el, hogy Jerry és Esther a folyónál így szól a túravezetőhöz. Az a helyzet, hogy mi az azonnali megvalósulásban hiszünk. Ezért nem szeretnénk azzal tölteni az időnket, hogy lecsorgunk a sodrással a folyón. Rakjuk inkább vissza a csónakot a buszba, úgy menjünk át a szúrtokon. Így sokkal gyorsabb lesz. Vízre tesszük a csónakot, pár száz méterre onnan, ahol ki akarunk kötni, és meg is vagyunk. Erre a túravezető. Ja, én azt hittem, hogy erre ne jöttek. Pontosan ezt szeretnénk megértetni veletek. Evezni jöttetek, nem buszozni. Meg akarjátok tapasztalni az ellentéteket. Úgy hiszitek, hogyha lett volna választásotok, már pedig volt. De arra gondoltok, hogyha ebből a fizikai tapasztalatból nézve lett volna választásotok, szerencsére nem volt, tehát úgy hiszitek, hogyha lett volna választásotok, dehogy nem volt, akkor ebbe a fizikai tapasztalatba érkezve annyira szépen meg lenne ágyazva nektek, hogy az élet maga lenne a habos torta, minden meg lenne, amit csak akartok, és amerre a szem ellát, egy hangyányi piszok se kerülne az utatokba, ami véletlenül is rossz érzést keltene bennetek. Sokan közületek szülőként ugyanezt próbálják tenni a gyermekükkel, és így átmenetileg megfosztják őket az ellentétektől, amelyek megélésére ide születtek. Eredetileg azt gondoltátok, az ellentétek közé fogok születni, és onnan képes leszek eldönteni, hogy mit részesítek előnyben. Ez pedig nagyszerű dolog, mert ha tudom, hogy mit részesítek előnyben, akkor ezt felerősítem a rezgésemben. És aztán a vonzás törvénye megteremti nekem. Így lesz egy újabb kiindulási pontom, ahonnan újra meghozhatom a helyes döntést. Aztán az is része lesz a rezgésemnek, majd a vonzás törvénye elhozza nekem. Tehát az élet svédasztaláról kiszedhetem magamnak mindazt, amit a legjobban szeretnék. És a saját nézőpontomból létrehozom belőle a számomra tökéletes életet. Ám ehelyett idejöttetek, és meg annyi eltévedt ember között találtátok magatokat, akik már régen szem elől tévesztették vezérlőrendszerüket. És azt súlykolták belétek, én kérlek szépen feltételesen szeretem és élem az életet. Vagyis ha jók a feltételek, jól érzem magam, ha rosszak, akkor rosszul. Elmondom tehát a jó feltételek szabályait, és elvárom, hogy ezeket szem előtt tartsd. Most, hogy része vagy az életemnek, rajtad tartom a szemem. Mivel a főnököd, az édesanyád, az édesapád vagy a tanárod vagyok, engem jelöltek ki a feladatra, hogy figyeljek rád. Ha pedig téged figyellek, jól akarom érezni magam, ami azt jelenti, hogy úgy kell viselkedned, ami nekem jó érzést okoz. Azt semmi esetre se akarom, hogy önző legyél. Úgy kell viselkedned, hogy az nekem, önzetlen édesanyádnak jó legyen.
Ha pedig bármi olyat látok, ami miatt rosszul kell éreznem magam, akkor neked annyi. Mindez rendben is volna, ha csak egyetlen ilyen jó akarótok lenne, aki ráadásul következetes. De olyan szeszélyesek és annyian vannak, ráadásul mind mást akar tőletek. Ti pedig nem állhattok annyiféleképpen a fejetek tetejére, hogy boldoggá tegyétek őket. Majd igen hamar rájöttök, hogy bármennyire igyekeztek, soha nem tudjátok boldoggá tenni őket. Szeretnénk elmondani nektek, hogy egyikőtök sem azzal a szándékkal érkezett ide, hogy saját magán kívül bárki másra hallgasson. Mind tudtátok, hogy az élet hatására fejlődni fogtok, és ez a fejlettebb lény hív majd ide titeket. És a fejlődés folyamata közben jól érzitek majd magatokat. Csak sajnos mindenki mást kihagytatok az egyenletből. Tényleg így volt. Például nem úgy terveztétek, hogy mások fogják megmondani, mit és hogyan tegyetek. Először is a koncentrációs képességük nagyon gyatra. Ez nem tűnt fel? A párotok mennyi ideig irányítja rátok osztatlan figyelmét? Féltek kimondani, mi? Nem sokáig. Nem sokáig. Édesanyátok mennyi ideig irányította rátok osztatlan figyelmét? Nem túl sokáig. Senki sem képes erre, mert senki sem azért született, hogy rátok vigyázzon. Mindenki azért született ide, hogy megteremtse a saját élettapasztalatát. És szerintünk az a legnagyobb képmutatás, és a legtöbb gondot ez okozta nektek. Amikor azt mondják, hogy fontosak vagytok nekik, de mindent egybevéve leginkább az a lényeg, hogy ők hogyan érzik magukat. Ezért aztán úgy igyekeznek irányítani titeket és a viselkedéseteket, ami nekik jól esik. Aztán pedig nincs mese. Tele lesztek nehezteléssel. Pedig tudjátok, mi tehetné egy csapásra csodálatossá az életet? Ha egyszerűen elfogadnátok, hogy ebben az életben mindenki önmagáért van. Ez nem is annyira rossz dolog, mert valójában azt jelenti, hogy mindenki a forrás energia. És mindenki azért érkezett, hogy a vágyak új nyírait indítsa útnak. És mindenkiben ott a forrás, amely legfőbb érdekei alapján vezeti. Képzeljétek el, milyen nagyszerű világ lenne. Ha mindenkinek saját vezérlőrendszere van, ami maga a forrás, és mindenkit egy jobb élet tapasztalata felé hív, illetve mindenki, vagy sokan, akár csak néhányan hallja a hívó szót, és abba az irányba halad, el tudjátok képzelni, milyen csodálatos lenne ez a világ? Tudjátok, hogy semmiféle erőszakos, vagy ahogy ti mondanátok, negatív tettet nem követel, aki összhangban van a forrással. Ez egyszerűen nem fordul elő. Az általatok negatívnak nevezett viselkedés 100%-ban azért jelenik meg, mert valaki nyomorúságos helyzetben van. Próbálja kitölteni az űrt, igyekszik eljutni oda, ahol lenni szeretne. Ám olyan módon, ami teljes képtelenség. Úgy gondoljuk, hogy igen meggyőzően érveltünk. Mindent beleadtunk, amivel Eszter rendelkezik. Átadtuk neki azt a gondolatot, amely azt mondja nektek. Ti teremtitek meg a tapasztalatotokat, és ha olyan örömteli élettapasztalatot szeretnétek, amilyenre gondoltatok, akkor ezt megfontoltan kell tennetek. Ha nem minden pillanatban a forrás szemével látjátok a világot, akkor csak halvány árnyéka vagytok annak a lénynek, akivé itt válni akartatok. Ami azt jelenti, hogy ha nem szeretetet éreztek figyelmetek tárgya iránt, akkor már is nem azok vagytok, akiknek születtetek. A rossz érzések arra utalnak, hogy elszakítottátok magatokat attól, akik valójában vagytok. Beszélhetünk itt mindenféle nemes és csodálatos jó érzésről. Mi viszont szeretnénk, ha csak egyetlen érzést keresnétek, és ennek adjunk egyszerű nevet, a megkönnyebbülés érzését. És szeretnénk elmondani nektek, hogy nem számít, hol vagytok. Nagyon fontos felismerés ez. Ott vagytok, ahol vagytok. Vagyok, ahol vagyok. A párkapcsolatomban, az anyagi helyzetemmel, az elképzeléseimmel, a világképemmel és a családommal kapcsolatban vagyok, ahol vagyok. Ott vagyok, ahol vagyok. A mindenséggel mérve magam. Ez pedig annyit jelent, hogy begyakoroltam bizonyos rezgéseket, amelyek az élet minden területén következetesen kialakították, hogy merre tartok, mihez vonzódom. Vagyis semmi sem történik veletek csak úgy, véletlenül. Minden az általatok sugárzott gondolatokra, gondolkodásmódbeli törvényszerűségekre adott válaszként történik. Ezzel azért együtt lehet élni, nem? Apró finomságokról van itt szó. Nem kell sok, elég annyi, hogy tudatosan abba az irányba terelitek magatokat, amerre azok a dolgok vannak, amiket el szeretnétek érni. Hogy miért adjuk elő ezt az egészet nektek ilyen vehemensen?
Mert tudjuk, hogy ha innen kimentek, és végre megértitek, hogy ti magatok vagytok a vonzásotok irányultsága, és rezgések formájában jelet bocsátotok ki, amelyet a vonzás törvénye lemásol, és érzéseitek alapján meg tudjátok állapítani, hogy mennyire tudtok vagy nem tudtok lépést tartani azzal, akivé az élethatására váltatok. És amint az lesz a legfontosabb, hogy jól érezzétek magatokat, amint az érzéseitek miatt kezditek irányítani a gondolataitokat, a szavaitokat és a viselkedéseteket, nem pedig igazságtartalmuk miatt. Amikor mindennél fontosabb lesz, hogy éppen hogyan érzitek magatokat, akkor végre azzá a boldog, tudatos, teremtő lényé válhattok, akik lenni akartatok, mikor idejöttetek. Ha ennél kevesebbel beéritek, elválasztjátok magatokat attól, akik valójában vagytok. Tehát a megkönnyebbülés érzését keresitek, és ahogy haladunk előre a nap folyamán, megmutatjuk majd, hogyan találhattok olyan gondolatokat, amelyek a megkönnyebbülés érzésével járnak. Tisztában vagyunk vele, hogy minden összejövetele hajlamosak a résztvevők számtalan dolgon eltöprengeni. Mi pedig készséggel beszélünk veletek bármiről, ami fontos nektek. Csak szeretnénk emlékeztetni titeket, hogy rezgés formájában most is éppen jelet bocsátotok ki. Ha ezt folytatjátok, és tényleg nem kell hozzá sok idő, létrejön egy hullámhoz, amire aztán a vonzás törvénye válaszol. Ezért igen hasznos, ha már most elkezditek mesélni életetek történetét úgy leírva, amilyennek szeretnétek, nem pedig úgy, ahogyan eddig volt. Mert ha úgy mesélitek el, ahogyan eddig volt, az csak fenntartja a vonzásotoknak azt a törvényszerűségét, ami továbbra is egy helyben tart. Érzitek, hogy minden, amit negatív vonzásnak neveznétek, valójában csak a már mozgásba lendült pozitív vonzás elutasítása? Ezt úgy akartuk elmondani nektek, hogy valóban meghalljátok. A sötétségnek nincs forrása. Egy szobában lépve nem keresed a sötétség kapcsoló. Te kapcsold már fel azt az izét, hagyj jöjjön be a tintaszerű homályos anyag a szobába, ami végre eltakarja a fény. Ilyen nincs. A rossznak, a gonosznak vagy a betegségnek nincs forrása. Csak az áramlat elutasítása van. Csak arról van szó, hogy nem engeditek magatokat annak az irányába menni, akivé az élet hatására váltatok. Ennyi az egész. Tehát minden sokkal egyszerűbb, mint gondolnátok, mert a pillanatban rejlik minden hatalmatok. Egyetlen pillanat alatt elindíthattok valamilyen rezgést. Létre lehet hozni egy régi eseményhez kötődő rezgést is, de azt is csak most a pillanatban. Felidézhettek valamit, ami régen vagy csak tegnap történt. De azt is most teszitek. Fantáziálhattok valamit arról, hogy mi lesz holnap vagy 10 év múlva. De azt is csak most, a pillanatban. Bármilyen okból is hozol létre egy gondolatot, és bocsátasz ki egy jelet most, ez adja vonzásod pillanatnyi irányultságát. Ha pedig 17 másodpercig fenntartod vonzásod irányultságát, működésbe lép a vonzás törvénye. Vagyis ez a fordulópont, amikor egy másik hasonló gondolat csatlakozik hozzá. Maradj ennél a gondolatnál még 17 másodpercig, és eljön a következő fordulópont. Folytasd ezt mindaddig, amíg rezgésed ráhangolódik bármilyen gondolatra mindössze 68 másodpercig. És a dolgok eléggé mozgásba jönnek ahhoz, hogy az éles szem észrevegye a megnyilvánulás kezdetét. Ennyi az egész. 68 másodpercig úgy beszélsz a dolgokról, amilyennek szeretnéd őket, nem pedig az alapján, hogy milyenek. Vannak dolgok az életben, amelyek olyanok, amilyennek szeretnéd őket? Akkor beszélj róla, mesél tovább a történetet. Vannak dolgok az életben, amelyek nem olyanok, amilyennek szeretnéd őket? Akkor azt a történetet felejtsd el. De én tényleg nem érek rá, annyi a dolgom, soha nem érek a végére. Hallottam, mit mondok? Na jó hír, az, hogy nem fogjátok többé a negatívumokat ismételgetni ennek tudatos felismerése nélkül. Ez pedig nagyon jó dolog, mert addig nem választhatsz olyat, ami jobb érzést okoz, amíg nem tudod, hogy mit választasz. Tehát a megkönnyebbülés a dolgok rendje. Miről szeretnétek beszélni? Köszönöm szépen. Ez a tetemes vagyon, amit oly régóta gyűjtögetek. Kérjük a szarkazmust mellőzni, szíveskedjék. Jó, szóval szeretnék kicsit többet megtudni arról, hogy a ti tapasztalatotok alapján miként kerülhetnék tudatosan még közelebb ahhoz, hogy elfogadjon. Aki meghallgatja ezt a felvételt, és főleg azok, akik végigülték ezt a mai napot velünk itt a teremben, talán hajlamosak lesznek azt gondolni. Ábrahám nagyon szőrszál hasogató ebben a kérdésben. Mi viszont szeretnénk, ha egyszer megéreznétek, hogy honnan, miből fakad ez a kérdés. Vagyis itt van ez a tetemes vagyon.
Jól érzem, hogy egy kicsit ironikus éllel tetted fel a kérdést. Ha létezik egyáltalán, akkor hol van az én részem? Ha a vonzás törvénye olyan, ami ennek mondjátok, én pedig egy vagyont halmozok fel, akkor hol van és hogyan juthatok hozzá? Azt szeretnénk, ha egy pillanatra megfigyelnétek, hogy mi a kérdésben kinyilvánított érzelem meghatározó rezgése. A pénz hiányáról vagy a pénz meglétéről szól ez a rezgés. Persze erre azt mondhatjátok, na ná, hogy így gondolkodik, hát nincs nála a pénz. Hogyan is sugározhatna rezgést egy olyan állapotról, amit még nem valósított meg? Mi pedig azt feleljük, hogy nincs mese. Rá kell jönnötök, hogy kell. Mert amíg ez nem megy, addig nem tudjátok elérni azt a létállapotot, amire vágytok. Meg kell találnotok a rezgés lényegét. Szerintünk ez érthető, hogy kezdetben tele vagytok kérdésekkel. Hol van, amit keresek? Mit csinálok rosszul? Mit kellene másképp csinálnom? Ez a kulcskérdés. Mit kellene másképp csinálnom? Viszont jó lenne, ha éreznétek, hogy milyen keletszét rejtenek saját szavaitok. És ez a fajta hozzáállás. Így hát az a feladat, hogy valamilyen módon eltereljétek a figyelmeteket a pénz hiányáról, miközben felelevenítitek magatokban a pénzérzését. Például adjatok hálát a jólétért, amiben éltek, és a további gyarapodás lehetőségéért. Sőt, már az is elég, ha felébresztitek magatokban a reményt. A rezgésetek már akkor is sokkal közelebb kerül az elfogadáshoz, mintha a kétség rezgésében élnétek. Lehet, hogy kifiguráztuk a finom szarkazmust, amivel a tetemes vagyonról kérdeztél, de csak azért, hogy megértsd. Amikor ironikus és pesszimista vagy, az gyökeresen különbözik attól az állapottól, amikor derülátó és reményteli érzéseid vannak. Tehát arra a kérdésedre, hogy hogyan engedhetem a gazdagságot az életembe, és hogyan juthatok én magam a vagyonomhoz, az a válasz, hogy tegyél úgy, mintha már megtörtént volna. Vegyél ki belőle valamennyit, és gondolatban költsd el. Képzeld el, hogy milyen nagyszerű birtokolni. Élvezd a megkönnyebbülés érzését, még mielőtt tényleges okod volna rá. Az legyen a lényeg, azt figyeld meg, hogy hogyan érzed magad ettől, és akkor a gondolataid elszakadnak a valóságtól. Szóval a gúny, és most tényleg csak iciri-picirit viccelődünk veled, távolabb van a befogadástól, mint a derűlátás vagy az örömteli várakozás. Érezd tehát a különbséget a között, amikor azt mondod, hogy a pénzem olyan lassan jut el hozzám. Már kezdem elhinni, hogy ott van a rezgéseim feltételes jegyzékében, de nem értem, hogyan engedhetném magamhoz. Figyeld meg ezt az érzést. Aztán figyeld meg a különbséget, mit érzel, amikor azt mondod. De jó lesz, ha egyszer csak megértem. Jó lesz, ha végre megértem. Hagyd fel az ellenállással. Ha azt mondod, még nem jöttem rá, régóta töröm ezen a fejem, de még mindig nem értem. Ez a kijelentés teljes mértékben árral szemben hat, és ellenállást fejt ki. Alig várom már, hogy megértsem. Ez a kijelentés megszünteti az ellenállást. Jó lesz végre megérteni. Az életben minden nap kapok egy kis ízelítőt. Egy csomó dolgot megkapok előle. Ezekkel többnyire elég szépen boldogulok. Jól esik a tudat, hogy egy vagyon gyűlt össze számomra. Jól esik a tudat, hogy életem tapasztalata arra késztet, hogy elhelyezzek néhány dolgot a rezgéseim potenciáljával. Jó dolog ráébredni, hogy a bennem lévő forrás már előttem számított rá, hogy hozzájutok majd ezekhez. Jó tudni, hogy kellemetlen érzéseim jelzik, ha eltávolodtam attól, ahogyan a forrás lát engem. Jó esik a tudat, hogy kellemetlen érzéseim jelzik nekem, hogy a forrásom gazdagnak lát engem. Én viszont a rossz érzés megjelenésének pillanatában nem annak látom magamat. Tetszik a gondolat, hogy a forrás képes még jobb érzésekhez elvezetni. És jó tudni, hogy rossz érzéseim jelzik, ha másfelé megyek, mint amire a forrásom gondol. Tényleg jól esik ez a tudat. Megy ez nekem. Tudatában vagyok, hogy hogyan érzem magam. Észreveszem a különbséget. Észrevettem az összefüggést gondolataim és érzéseim, és a megnyilvánuló dolgok között. Tudom, hogyha egy kicsit tovább összpontosítok, az egyre könnyebben és könnyebben megy majd. Azt is tudom, hogy minél tovább beszélek valamiről, annál könnyebben beszélek róla. És minél többször mondom, annál könnyebben számítok rá. És tudom, hogy a várakozás más érzéssel jár. Tisztában vagyok a remény és a kétségérzése közti különbséggel. Tudom, hogy miben tér el egymástól a lelkesedés és az elbizonytalanodás érzése. Képes vagyok rá. Tudom, hogy képes vagyok rá. Az ilyen kijelentéseken múlik minden a világon. Ez a feladat. Tudjuk, hogy lassúnak érzitek, de ez a feladat.
Megrögzött gondolataitokhoz nem egyik pillanatról a másikra jutottatok el. Megrögzött alatt nem feltétlenül valami rosszat értünk, hanem azt, ami általában valamiről gondoltok. Fokozatosan jutottatok el ezekhez a gondolatokhoz, és nem fogtok egy szempillantás alatt leszokni róluk. Ez is fokról fokra fog végbe menni. Ha azonnal el akarjátok hagyni ezeket a gondolatokat, nem fog sikerülni, mert elbizonytalanodtok. Ha viszont eleve elfogadjátok, hogy ez csak fokozatosan megy, és így is tesztek, akkor bátorságot nyertek. Tehát kijelentésről kijelentésre mondjátok el a történetet úgy, ahogy nektek tetszene, ahogyan szeretnétek, hogy legyen. Mi a helyedben azt mondanánk? Nemrég hallottam, hogy a rezgések feltételes jegyzékében valóságos vagyon vár rá. Ez jól hangzik. Mindaz, amit az életben tapasztaltam és megéltem, arra késztet, hogy tényleg örüljek annak, hogy ez így van. Tetszik a gondolat, hogy bárki lehetek, bármit megtehetek, és bármi az enyém lehet. Ezért mostantól úgy mesélem a történetemet, amilyennek szeretném. Nem hiszek benne, hogy a pénz a boldogsághoz vezető út. De azt sem hiszem, hogy minden rossz gyökere. Véleményem szerint a pénz a szabadsághoz vezető út. Szerintem a több pénz több lehetőséghez jutott, és a több lehetőség több izgalmat jelent. Tetszik a gondolat, hogy az alapján dönthetem el, mit tegyek, hogy milyen érzés megtenni, és nem az számít, hogy megengedhetem-e magamnak. Szeretem a lehetőségeket, amiket a több pénz nyit meg előttem. Így nem hiszem, hogy csak a rám váró tetemes vagyon tenne izgatottá. Úgy gondolom, hogy azt tesz izgatottá, amit ez nekem és a családomnak, a környezetemben élőknek jelent. És azt tesz izgatottá, hogy hogyan befolyásolja majd azt, hogy milyennek látom és tapasztalom meg az életet. Izgalmas ezekre a változásokra gondolni. Sok szempontból szeretem az életemet, de látom, hogyan fogja ez a pénz, amely már úton van felém, ilyen és ilyen és ilyen és ilyen módon gazdagítani az életemet. Ha azon felül, ami most a zsebemben van, lenne még $100, az mit változtatna? Ha még az idén 100-szor annyi pénzt engednék magamhoz, azzal mit kezdenék? Ha minden évben még annak is a 100-szorosát engedném magamhoz, akkor hogyan élnék, hova költöznék? Milyen autót vezetnék? A munkába pedig álljon meg a mellett, akkor nem is dolgoznék egyáltalán. Játsszatok el a gondolattal. Képzeljétek magatok elé. Sokszor mondtuk már nektek, hogy játsszatok. Ez a legjobb játék az összes közül. Rengeteg emberrel kipróbáltuk már, és nagyon-nagyon jól működik. Tegyetek a zsebetekbe egy nagyobb értékű bankjegyet. $100, 10 000-est, amiért már lehet venni ezt-azt. Azzal az elhatározással, hogy gondolatban minden nap újra és újra és újra és újra el fogjátok költeni. Gondolkozzatok rajta, hogy ha úgy akarnátok, mennyi mindent kaphatnátok ennyi pénzért. Elképesztő, hogy ez az egyszerű játék hogyan változtatja meg a pénzzel kapcsolatos érzéseiteket. Felszabadító érzés ahelyett, amit mondani szoktál, hogy jaj, de jó lenne, de nem vehetem meg. A pénz a zsebedben azt mondja, megvehetném, ha akarnám, megtehetném, ha akarnám, megtehetem, megvehetem. Tehát az újra és újra és újra elismételt, nem engedhetem meg magamnak helyet, azt mondjátok, megtehetem, ha akarom, megtehetem, ha akarom, megvehetem, ha akarom, megvehetem, ha akarom. Valaki egyszer azt mondta erre, Ábrahám, elég régen élhettél megtestesült fizikai formádban. Tudod, mit lehet ma kapni 100 dolcsiért? Mi erre azt feleltük, hogy számold ki gyorsan fejbe, ha egy nap 1000-szer költeszel 100 dolcsit, akkor mennyit is költöttél? Ez elég sokat dob a rezgésed megváltoztatásán. Erre gyakran azt mondják az emberek, hogy ez nem a valóság. Mi erre azt feleljük, hogy az lesz, az lesz. Előbb érezned kell, majd amikor a rezgésed állandósult benned, azt megvalósulásnak kell követnie. A vonzás törvényének el kell hoznia nektek az utat, a módszert, a teremtő társakat és az eredményeket, amelyeket rezgéseitekkel megidéztek. Amikor a rezgésetekben a gazdagságot idézitek meg, a gazdagságnak el kell jönnie, valós élettapasztalatotokban, és annyiféle módon fog eljönni, ott fog várni rátok minden utcasarkon. Bárhova nézel, a gazdagság újabb óriási bizonyítéka mutatkozik meg majd előtted. Csak egy kicsit kell jobban működésbe hoznod azt, amit már egyébként is működésbe hoztál. Nem akkora ügy ez, mint amekkorának beállítjátok. Tudjátok, miért tűnik annak? Mert arra figyeltetek, ami van. Arról sugároztatok rezgéseket, ami van. És miután hosszú ideig még többet kaphattok abból, ami van, azt mondjátok.
Ennyi erőfeszítést tettem, ennyi munkát fektettem bele, és ennyi évet dolgoztam. És mindezzel együtt csak idáig jutottam. Mit jutott akkor nekem ez a jelentéktelen kis erőfeszítés, amikor ennyi tömérdek erőfeszítéssel is csak idáig jutottam? Mi pedig azt feleljük, hogy eddig csak erőlködtetek, cselekedtetek. Most viszont arra biztatunk, hogy az erőfeszítéseiteket tegyétek át a rezgések szintjére. A rezgéseitekkel véghez vitt erőfeszítéssel a világokat teremtő erőt és energiát használhatjátok fel. Rezgésetek megváltozása a fizikai megnyilvánulások jelentős változásával jár, ha következetesen viszitek véghez. Ám ha azt hajtogatjátok, hogy akarom, de, akarom, de, akarom, de, akarom, de, akkor nem fogtok előrelépni. Ha azt mondjátok, hogy akarom, mert, akarom, mert, akarom, mert, akarom, mert, akkor haladtok előre. Amikor úgy beszéltek, hogy hiszem, hogy képes vagyok rá, úgy gondolom, hogy képes vagyok rá, kétlem, hogy képes vagyok rá, nem igazán megy ez nekem, hiszem, hogy meg tudom tenni, szeretném megtenni, de kétlem, hogy képes volnék rá. Nem igazán tudom, de szeretném ezt tenni. Nagyon szeretném ezt tenni, de nem tehetem, mert eddig nem foglalkoztam vele. De szeretném ezt tenni. Nagyon szeretném ezt tenni, de nem teszem. Másnap sem nagyon megy. De szeretném ezt tenni, de akarom. Viszont nehéz ezt tenni, és semennyit sem haladok. Igen, szeretném ezt tenni, de nem tudom, hogy mit tegyek. Akkor semmi sem változik. Ez ugyanaz a régi, unalmas, megrögzött, így érzem magam szokás a rezgésetekben. Akaraterőtök segítségével kell gondolataitokat egy új történetre összpontosítani. Nektek kell kitalálni anyagi helyzetetek történetét. Minden rendben van. Az egész beszélgetés alatt erre tudok csak gondolni, hogy minden rendben van. És érzem is belül valahogy annyira csodálatos, annyira eleven magától értetődő érzés. Úgyhogy csak ennyi a kérdésem, hogy ez része a folyamatnak. Ez maga a folyamat. Mert ahogy az előbb mondtuk, a rezgések szintjén 99%-ban minden teremtés befejeződik, mielőtt még bizonyítékát látnád. Ez olyan, mint Phoenixből San Diego-ba utazni. San Diego-ban akarsz lenni, ám a több mint 600 kilométeres út alatt nem ott tartózkodsz, ahol lenni szeretnél. Ha pedig elégedetlenkedsz azért, mert nem ott vagy, a rezgések szintjén akár vissza is fordulhatsz, és visszamehetsz Phoenixbe, mert soha nem fogsz megérkezni San Diego-ba. Viszont egy ilyen fizikai, egyik helyről a másikra vezető utazás esetében azt mondod, ismerem ezt az utat, tehát képes vagyok megtenni. Látom, hogy haladok. Látom, hogy minden megtett kilométerrel mindvégig arra az irányra összpontosítok, és távolabb kerülök onnan, ahol nem akarok lenni. És közelebb jutok a helyhez, ahol lenni akarok. Mi pedig azt mondjuk, hogy kitartás. Higgy benne, és menni fog. Ott a bizonyíték. Látod, hogy egyre közelebb és közelebb és közelebb kerülsz a célhoz. Tehát, ha csak nem gyalog indul neki egy ekkora távnak, senki sem bátortalanodik el az utazástól. Vagyis megőrzöd a hitedet. Megőrzöd a meggyőződésedet. Nem mondasz olyat, hogy San Diego egy képtelen álom, vagy San Diego gyógyíthatatlan. Próbáltam, 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 és nem jutottam el oda soha. Mert igenis képes vagy eljutni oda, és ezt te is tudod. Ha meglátod az összefüggést, hogy érzéseid mutatják az irányt, amerre haladsz, és őszintén tudod magadnak mondani, hogy optimistának érzem magam, és amikor azt mondom, minden rendben van, akkor úgy is gondolom, tényleg érzem, akkor azt mondjuk, hogy nem tudsz nem eljutni oda. Ha képes vagy megőrizni ezt a várakozást, ezt a hozzáállást és rezgést, akkor ennek el kell jönnie, és el is jön hamar. Erre azt mondod, rendben úton vagyok. Beszéltem Ábrahámmal, aki jóval túllépte a 68 másodperc válaszidőt, és én ráéreztem a rezgésre. Majd amikor azt mondtam, hogy minden rendben van, valóban így éreztem. Aztán egy pillantást vetettem valós élethelyzetemre, és láttam, hogy még nem érkeztem meg San Diego-ba. Vagyis megfigyeltem valamit, és éreztem kedvezőtlen hatását, mert nem ott vagyok, ahol szeretnék lenni. Vagy tenni szeretnék valamit, de nincs rá pénzem, hogy megtegyem. És csalódottnak éreztem magam. Mi pedig azt mondjuk, hogy ez jó. A csalódottság jelzi, hogy bármi történt is éppen. Elvesztetted miatta a várakozás érzését, és olyasmire kezdtél összpontosítani, ami eltér a várakozásodtól. Mit tehetsz most, hogy visszatalálj ehhez az érzéshez? Amikor az elbátortalanodás érzése visz rá arra, hogy visszatérj valamilyen pozitívabb érzéshez, oly módon tisztítod meg a rezgésedet, hogy az sohasem tér vissza abba a kellemetlen helyzetbe. Más szóval,
Ha rossz érzésed van, de szánsz rá időt, hogy alaposan megfigyeld, mint itt tesszük, amíg csak ugyan megkönnyebbülést nem érzel. Ehhez eljutni általában 68 másodperc, vagy valamivel több idő szükséges. Amikor ténylegesen a zsigereidben érzed a megkönnyebbülést, akkor ebben a témában már nem kell többé ilyen módon megtisztítanod a rezgésedet. Elmozdultál a világegyetemben. Egy másfajta, magasabb rezgéshelyzetbe jutottál. És most következik a legfontosabb dolog, amiről szeretném, ha hallanátok. Mivel magasabb rezgéshelyzetbe jutottál, a megnyilvánulások bizonyítékainak is változniuk kell. Tehát abban a pillanatban, amikor erőfeszítéseket teszel ennek érdekében, a világegyetemben minden dolog válaszol az adott területen az új rezgésedre. Ez lesz tehát a nap, amikor végre kitalálod, hogy munkát hogyan nyeri el a gyümölcsét. Ezen a napon találkozol valakivel, aki hoz neked valamit. És te is adsz neki valamit. És ennek eredményeképpen valamilyen üzletet köttök. Vagyis ez a csekéke erőfeszítés, amiről nem láttad, hogy közelebb vinne San Diegóhoz, mert ez nem olyan, mint a kocsiddal az úti célod felé hajtani. De azért érezted, vagyis tudtad, hogy mi történik. És mivel érezted és megértetted érzéseid jelentőségét, ezért kitartottál és kitartottál és kitartottál és kitartottál. Majd csak hamar nem csak reméled, hogy részed lesz a neked járó bőségben, nem pusztán hiszed, hanem tudod. Mert olyan szembetűnő körülötted ennek a bizonyítéka. Gondolatról gondolatra, gondolatról gondolatra, gondolatról gondolatra megtisztítod, megtisztítod, megtisztítod. Mit értünk a megtisztítás alatt? Olyannak írod le, amilyennek szeretnéd. Inkább, mint olyannak, amilyennek nem szeretnéd. Többé nem szembenézel a valósággal, hanem elkezded megteremteni. Van egy másik nagyon jó játék is, a betétkönyves. Az első napon elhelyezel a számládon 1000 dollárt. Ezek rezgések formájában létező dollárok, és elköltöd az összeset. A második nap 2000 dollárt raksz rá, és azt is mindet elköltöd. A harmadik napon 3000-et, majd azt is elköltöd. A 365. napon 365 000 kerül a számládra, és azt is eltapsolod. Ahogy költöd ezt a pénzt rezgésedben, vagyis gondolatban, az történik, hogy csatornákat teremtesz a pénznek odakint, ahová befolyhat. Ha létrehozol egy rezgésként létező csatornát, minden rajtad keresztül vonz a megvalósulása érdekében. Ez a lelkesedés, ez a szenvedély. Ilyen a lelkesedés érzése. Tehát amikor ebben a téridő valóságban a rezgések révén utat nyitsz valamilyen vágynak, az mozgásba húzza a dolgokat, és amikor engedett magadat együtt haladni velük, nagyszerűen érzed magad. Ha pedig nem engeded magadat együtt haladni velük, szörnyen érzed magad. Világos? Ez azt jelenti, hogy ha nagyon rossz érzéseid vannak valamivel kapcsolatban, akkor kértél valamit, és nagyobbik részed valami olyanná vált, amivel nem engeded önmagad többi részét lépést tartani. Szeretnék megértetni veletek, hogy miattatok halad olyan gyorsan az áramlatotok, és az is rajtatok múlik, hogy az áramlás irányába, vagy azzal szembefordultok-e. És erről szól minden, amit éreztek. Mindent azért akartok, mert úgy gondoljátok, hogy ha szert tesztek rá, jobban fogjátok érezni magatokat. Legyen szó pénzről, anyagi tárgyról, kapcsolatról, tapasztalatról, helyzetről vagy eseményről. Mindenre azért vágytok, mert úgy gondoljátok, hogy ha hozzájuttok, jobban fogjátok érezni magatokat. Amikor pedig felfedezitek, hogy pusztán a gondolatok is jobb érzéssel tölt el, eljutottatok rezgésük lényegéhez. Ekkor a vonzás törvényének el kell hozni a számotokra minden apró részletével együtt, amelyet életetek hatására kimunkáltatok magatoknak. Így kell lennie. És ami azt illeti, így is van. Engedjétek, hogy tudatotok ne csak azt hajtogassa. Itt és most vagyok, és ez van. Éppen ezt szeretnénk ezen az összejövetelen elérni, hát ha megértitek és felfogjátok végre. Nem számít, hogy hol vagytok, mert minden múlandó. Mint a benzinszint mutatója a műszerfalon. Észrevettétek, milyen gyorsan megy lefelé? Különösen az utóbbi időben. Szóval ez csak egy kijelző és semmi több. Egy kijelző. Tehát a megnyilvánult valóság csupán egy ideiglenes rezgés, ideiglenes jelzése. Ti erre azt mondjátok, egyáltalán nem tűnik olyan ideiglenesnek, mert elég hosszú ideje élek benne. Mi pedig azt mondjuk, hogy a válaszaitok ugyanazok, a rezgések ugyanazok, ezért folyamatosan ugyanaz történik. De mégis minden más és új. Nem ugyanazt az életet élitek.
Ez egy új rezgésekből fakadó új élet. Mindössze arról van szó, hogy most is ugyanolyan rezgéseket bocsátotok ki, mint tegnap. Mert szokásotok szerint ugyanúgy gondolkoztok a dolgokról, mint előző nap tettétek. Ha mondjuk már régóta nem ott élsz, ahol annak idején felnőttél, és régóta nem találkoztál azokkal az emberekkel, akik ott maradtak, de a régi otthonod még mindig áll, és a szomszédok is ott laknak még. Látogass el oda valamikor, és nézd meg, mi keresni valód van ott. Rá fogsz jönni, hogy mennyi minden történt az életedben, és ettől mennyire megváltoztál, amióta eljöttél onnan. Aztán vedd észre, hogy minden nap, minden pillanatában ugyanilyen gyarapodás megy végbe benned. Imádjuk a kérdéseket. Imádjuk ezeket a kérdéseiteket. Hogyan juthatok el onnan, ahol vagyok, oda, ahol lenni szeretnék? A válasz pedig a következő. Nézz abba az irányba, ahol lenni szeretnél. Beszélj abba az irányba, ahol lenni szeretnél. És soha többet ne nézz vissza a vállad fölött arra, ahonnan jöttél. Ha pedig ez sikerül, már másnap bizonyítékát láthatod teteves vagyonodnak. Elképesztő. Köszönöm. Örömünket leltük ebben a találkozásban. Örömünkre szolgált szót váltani mindenkivel, aki ma végigülte ezt az összejövetelt. Jó látni, hogy amíg itt ültök és hallgattok minket, készek vagytok türelemmel kivárni, amíg végre az aranyrök felé nyúlhattok, ami ott vár rátok valahol eltemetve. Amit mondunk, nem azért mondjuk, hogy elérjétek a célt, amire úgy gondoljátok, hogy vágytok, hanem hogy érezhessétek a nyilvánvaló megkönnyebbülést. És tudjátok, hogy bármikor rátalálhattok ismét, ha keresitek. Nem azért vezetünk rá benneteket ezekre a felismerésekre, mert úgy érezzük, hogy ezek nélkülözhetetlenek az élettapasztalatotok számára. Inkább azt szeretnénk látni, hogy útmutatásunkkal sikeresen megteremtitek a saját felismeréseiteket, és ezáltal megértitek a saját rezgéseiteket. Mert a rezgésetek maga az élet. Itt és most. Amit most éreztek, az sajátos keveréke annak, akivé váltatok, és akinek engeditek magatokat lenni. Ennél semmi sem igazabb. Amikor pedig teljes tudatában vagytok, hogy milyen eszközök rejlenek a tarsolyotokban, amelyek segítenek afelé fordulni, akik valójában vagytok, akkor kezetekben van minden eszköz ahhoz, hogy azok az örömteli lények legyetek, akiknek ide születtetek. Nem azt akarjuk, hogy sikeres milliómosok legyetek, noha azok lesztek. Azt kívánjuk, hogy boldog lények legyetek, akik örömüket lelik annak felfedezésébe, hogy hogyan válhatnak azzá. Szeretnénk, hogy az evezés a folyón ugyanolyan fontos legyen számotokra, fizikai formátokban, mint akkor volt, amikor elhatároztátok, hogy idejöttök. Szeretnénk, ha megtudnátok, hogy mi az, amit nem akartok, és így megtudjátok, hogy mit akartok, és szeretnénk, ha éreznétek a különbséget. Szeretnénk, ha éreznétek a megkönnyebbülést, amikor a vágyaitokra figyeltek. És szeretnénk, ha éreznétek a bizonyosságot, hogy javítottatok a rezgéseteken. És szeretnénk, ha átéreznétek annak a magasztosságát, amikor a világegyetem erői körétek gyűlnek. És bizonyosságát adják a kialakult összhangnak. Szeretnénk, ha megélnétek ezt, és szeretnénk, ha éreznétek az ellentéteket, amelyek egy újabb vágyat indítanak útjára. Szeretnénk, ha éreznétek az új vágy erejét és rezgésetek viszonyát az új vágyjal, és szeretnénk, ha felismernétek, hogy megint nem tartjátok az iramot azzal, akivé az élet hatására váltatok. Ugyanakkor szeretnénk, ha méltányolnátok, hogy immár tudjátok, mit kell tennetek, mert már annyiszor megtettétek. És szeretnénk, ha tudatosan keresnétek azt a gondolatot, amely jobb érzést okoz. Keresd a gondolatot, amely jobb érzést okoz, majd indulj el a vágyat felé, és érezd az új dolog megvalósulását. Tekintsetek úgy az életre, mint egy kupac nyers agyagra. Vegyétek kézbe, érezzétek, és kezdjétek el formázni. Szó sincs arról, hogy az eredménye fontos. Az összhang kialakításának a folyamata a lényeg. A zsigerből jövő energia fontos. Az érzés, amin mindig lehet javítani. Az a fontos, amikor létrejön a bizonyosság és a felismerés az egyre pozitívabb érzések nyomában. Nagyon örültünk annak, hogy éreztetek, és nagyon örülünk annak, hogy éreztek. És nagyon örülünk annak, hogy nem érezhetitek, és nagyon éreznétek, ha nem úgy éreztetek volna, ahogy éreztetek. Más szóval ez a rezgések közötti kapcsolat az élet. És ebben egyáltalán nincs semmi rossz. Ez az agyak formálása. Nehéz szavakba önteni, mennyire jó volt itt lenni. A mi nézőpontunkból az élet jó,
Azt kívánjuk, azt kínáljuk nektek, hogy lássátok a mi szemünkkel a világotokat, mert amit mi látunk, az nagyon, de nagyon jó. Ha innen kiléptek, a siker és boldogulás vár rátok. Hatalmas szeretet övezik benneteket. És most, mint mindig, örömmel maradunk befejezetlenek.